Hogy kinek kell koleszterin csökkentőt szednie, a szigorú szakmai irányelvek határozzák meg. Leginkább az Európai Kardiológus Társaságét követjük, ami mobiltelefonos formában színkódoltan elérhető. Ezek alapján egyre több embernek kellene koleszterin csökkentőt szednie, ehhez képest egyre kevesebben szednek világszerte és Magyarországon is. Ennek az az oka, hogy van egy koleszterin csökkentő ellenes propaganda, és az előadásomban azt szeretném bebizonyítani, hogy ezekkel a nézetekkel szemben a tudománynak van igaza, és nem pedig azért, mert megvettek minket a gyógyszercégek. Az emberi bélflórával kapcsolatos kutatások a modern mikrobiológia egyik legnépszerűbb és legfelkapottabb területei közé tartoznak. Az utóbbi évtizedekben kifejlesztett úgynevezett molekulárbiológiai technikák segítségével egyre többet tudunk a bennünk élő mikroorganizmusokról. Folyamatosan bővülnek az ismereteink arról, hogy ez a bélflóra hogyan alakul ki bennünk a születés után, milyen ennek a bélflórának az egészséges összetétele, és arról is információink vannak már, hogy az úgynevezett nem fertőzéses eredetű megbetegedések, mint például autoimmun folyamatok, gyulladásos bélbetegségek, Parkinson-kór, vagy akár az autizmus hátterében is, ennek az egészséges bélflórának az egyensúly megbomlásáról lehet szó. Éppen ezért nagyon fontosak azok a kutatási területek, amelyek a terápiás lehetőségekre fókuszálnak, a pre- és a probiotikumok alkalmazásainak lehetőségére, illetve egészen speciális esetben a székletranszplantációs eljárásokra. Sok szeretettel válik a Nyitott Egyetem előadásra október 8-án 18 órakor. Bővítse ismereteit velünk, az előadás ingyenesen megtekinthető.